Szeretetbe kapaszkodva mottóval hirdették meg idén február 12-e és 19-e között a Házasság hete programsorozatot a keresztény egyházak és civil szervezetek. A kezdeményezés közel két évtizede Angliából indult el, és minden évben Valentin nap környékén egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. Az országos kezdeményezéshez csatlakozott Pál Ferenc, közismert nevén Pál Feri, római katolikus pap, mentálhigiénés szakember, motivációs előadó, író, valamint meghívásával a Kikelet Kiskörösért Keresztény Egyesület. Kiskörösi baptista gyülekezet közel 10 évvel ezelőtt átvette a Kiskörös Városért fúvós zenekarának az egyesületét, és a gyülekezet tagjaiból jött létre tulajdonképpen az egyesület, és hát kapcsolódva a gyülekezet életéhez és a város kulturális életéhez, a fiatalokkal foglalkozunk, keresztény értékeket szeretnénk közvetíteni itt a városban, a fúvós és az egyéb zenét támogatni. Gyakran szerveztünk az utóbbi időben ifjúsági konferenciákat, napközis gyermekheteket, de fúvós jubileumi találkozót is tudtunk támogatni, sőt a fiatalok sportolását is igyekszünk városi, helyi szinten is és gyülekezeti szinten is támogatni, így korcsolyázni is elvittük a fiatalokat. A Balaton túrra rendszeresen támogatjuk azokat, akik részt vesznek, hogy 3 nap alatt körbe viccajozzák a Balatont, de ilyen előadásokat is szoktunk támogatni, és így sikerült most Pál Feri atyával aktuális témában, a házasság hete van, ugye most sikerült meghívni, és bízunk benne, hogy az egész város keresztény közösségének ezzel tudjuk támogatni, és mindenki nyer ebből, és hasznos tapasztalatokat gyűjt a házasságára vonatkozóan is. Pál Feri atya végre megint értjük egymást címmel tartott előadást a baptista imaházban. Sokak kedvence ezúttal a férfi-nő kapcsolatok területére kalandozott. Előadásában részben a világhírű pszichológus John Gottman kutatási eredményei, részben saját lelki gondozói, pszichodráma csoportvezetői tapasztalatai alapján a párkapcsolati kommunikáció és konfliktus kezelési jellegzetes hibáiba és igazoltan sikeres megoldási lehetőségeibe vezette be a hallgatóit, hiszen napjainkra nehéz feladattá vált tartós, megelégedett társkapcsolatban élni, mert azok az összetartó erők, amelyek egy férfi-nő szövetséget régen megerősítettek, szinte semmivé foszlottak. Az az igazság, hogy az egyházban szeretjük hangoztatni a házasságnak a fontosságát, és tényleg valóban hiszük, hogy ez Istentől származik, és Isten teremtette a házasságot, és ennek megvannak a maga a szabályai, amit az ember sokszor nem tart be. Egymásnak a tisztelete, az egymásnak a megbecsültsége, és a másikra való odafigyelés, arra nagyon nagy szükség volna, és nagyon nagy szükség lenne, és szerintem ezek az értékek kezdenek el az emberekből kiveszni. Most az én személyes véleményem az, hogy nagyon önző az ember, úgy általában. Azt gondolom, hogy ez régen is ilyen nehéz volt a házasságokat és a párkapcsolatokat megélni, csak most már sokkal könnyebben feladják, és sokkal könnyebben tovább lépnek. Hát azt reméljük, hogy ugye az atyának van elég tapasztalata abban, hogy konkrét példákon keresztül hogyan tudja bemutatni azt, hogy jobban figyeljünk a másikra, hogy próbáljuk megoldani a problémákat, és talán kaphatnak a ma este résztvevői néhány gyakorlati tanácsot abban, hogy ez hogyan sikerülhet. Pál Feri atya előadása előtt Gyűri Gábor baptista lelkész is megosztotta gondolatait a házassággal kapcsolatban. Én ma estére készültem egy igével, egy gondolattal, ami azt fogalmazza meg, hogy Isten bennünket békességre hívott el, hogy azt éljük meg. Ez Pál apostol a házassággal kapcsolatos tanításában mondja, hogy Isten bennünket békességre hívott el. Nem házasságra, hanem az, hogy békességben tudjunk élni. Hogyha erre megtanulna figyelni az ember, ha ezt az értéket, ezt az egyetlen egy értéket úgy komolyan vennénk, hogy,
hogy a férfi és nő kapcsolatot azt úgy éljük meg, hogy nem egy hierarchia van, hogy most az én szavam számít, vagy mindig neked van igazad, hanem a békességre törekednénk. Én azt gondolom, hogy kicsit jobban működne minden. Egy dologról nem ejtettünk szót, ugye Pál Feri atya itt most a kommunikációról, a párok közötti kommunikációról beszél, hiszen ez is nagyon fontos, és ha elromlik egy kapcsolat, ebben ennek nagy szerepe van. Így van. Ezt szándékosan kértük, hogy ez erre is térjen ki, illetve ezt még elárulhatom, remélem, hogy bele fogja foglalni, hogy azt is mondtuk, hogy az anyagiakkal kapcsolatban és az anyagiakról való kommunikáció, meg az anyagi problémákat hogyan tudják megoldani, mert nagyon sokszor ez az, ami miatt nincs meg a békesség egy kapcsolatban, és ami miatt elveszik a fókusz, hogy nem vagyunk nyíltak, nem vagyunk őszinték, vagy éppen amit mondtam, hogy önzőek vagyunk. Hát reméljük, hogy kapunk erre konkrét tanácsot is majd a ma este. Nem elképzelhetetlen, hogy annyira mély alvásból ébredt föl az asszony, hogy tényleg elvesztettem minden időérzékét, és fogalmam sincs. Végig aludtam az éjszakát, fél órát szomlikáltam, hajnalban, nem tudom. Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy hány óra van. És ezért a férjem ránéz az órájára, azt mondjam, 11 óra, 11 nap, drágám. Mi nekünk csókot váltunk, és boldogan alszunk. Pál Feri atya előadása egyszerre volt vidám, tanulságos, hasznos, dinamikus, élvezetes és érdekes minden korosztály számára. A jelenlévők olyan meglepő, mégis logikus magyarázatot kaptak hétköznapi kommunikációs helyzetekre, amiből rendszeresen félreértés szokott kerekedni a beszélgető felek között. Gyakorlati példákon keresztül szemléletesebb és könnyebb volt a megértés mindenki számára. Az előadás közönsége megtudhatta azt is, hogy a kapcsolat halála nem a problémákban van elsősorban, hanem a kommunikáció minőségében. Pál Feri atya lefordította a jelenlévők számára a hibás kommunikáció másik szereplőre gyakorolt hatását, és rámutatott a hangsúly és a fogalmazás árnyalásai okozta értelmezési különbségekre. Ugyanaz a mondat más hangsúllyal, más érzést, más reakciót vált ki a partnerekben.